Sziasztok, Zazoka vagyok. Nos, hát akkor folytatjuk a Fable 2 végigjátszást. Ugye a fő küldetéssel akkor már ugye azt már végeztünk, tehát hogy megvolt a nagy választás, és most már csak így a kalandozgatunk, és elvégezzük a mellékküldetéseket itt a Fable 2 világában, illetve kinyitjuk a démonkapukat, megkeressük az összes vízköpöt, stb. És van nekünk egy olyan feladatunk, egy olyan mellékküldetésünk, hogy pihenjünk 12 órát, hogy aludjunk a királyi ágyban, ami az én emlékeim szerint elindít egy mellékküldetést. Na nézzük csak. Aztán lehet, hogy tévedtem. Szokásosnál nagyobb lett, bla bla bla, vonzóbb lettem. Hát most már fú, én teljesen... I'm sorry to inconvenience you, sir, but the castle appears to be under attack. It would seem that the intruders entered the property via a secret passage in the library. Oké, védd meg a Fairfax kastélyt a banditáktól, mocskosak. Tör, már itt is vagytok? Hát akkor kaptok a kis pofátokra. Hogy? Mit képzeltek ezt, hogy betörtek az én kastélyomba? Komolyan mondom. Milyen időket élünk. Ez az révész, tedd a dolgot. Ó, de jó. hogy ugye a könyvtár... Ja, de mutatja is nekünk, hogy hova akar menni. Oké, akkor ne is vagy a jelzotja, hogy megállt a sok gondolkodás, jó? No. Gyertek ide a körömbe! Kaptok egy kis királyi sokkot. Gyerünk, még. Na, jó volt? Kizett. Ó, még jönnek! Szuper, gyertek csak! Gyere! Tulajdonképpen én ezt várom el az ilyen játékoktól, hogy igenis még tudjunk benne kalandozni. Tudjátok, végeztünk a főküldetéssel, és akkor még egy kicsit még barangoljunk a játékban. Na jó, gyönünk egy kis közelharc. Nagyon durvák vagyunk. Jó, elég lesz már. Ez az. Öld meg a bandita vezért. Ennyi volt. Még nem, mert még mutatja nekünk, hogy menjünk ide. Ugye erre van a könyvtárunk. Lehet, hogy egy barlangre... Ó, nézzétek csak! Aha. Hogy én úgy emlékszem, hogy valami... Ott is lesz valami barlangunk. És végül is a hősök csarnokába jutunk? Ó, nem tudom már. Nem emlékszem. Minden esetre úgy is megnézzük. De rohadt erős vagy. Na. Pusztulj már meg. Hú, basszus. Ez egy, mintha egy erősebb ellenfél lenne. Aha. Ennyi meg egy Bambi. Ő tényleg erősebb volt. No, nézzük. És akkor tényleg jól emlékeztem, tehát hogy arra én rosszul emlékeztem, hogy föl lehet menni a létrára, de arra jól emlékszem. Tehát, hogy van itt valamilyen titkos járat. Utána is járunk, kedves komornik. Hogy nevezik el a komornikot? My predecessor neglected to inform me of the highly hazardous nature of the post, and I am of a somewhat nervous disposition. As you have no doubt noticed. Good day, sir. Jól van.
Tehát én valami ilyesmire emlékeztem. Csak hát nem pontosan. Milyen kripta lesz ez? Fairfax-i sírbolt. Nagyon durva, nagyon durva. Aha, igen, úgy gondoljátok? Úgy gondoljátok? Egyet csújtok a kardommal és mindent haltok. Mocskos rabló népség. Igen, te megugrálgatsz? Aha. A puska golyó elől ugorja előtt is ajt. No, hát itt nincs semmi. Fedezd fel a kriptát. És erre is csak úgy nagy honalakban emlékeztem, vagy emlékszek, hogy oké, volt itt, meg mit tudom én, de hogy pontosan mi ez? Most nem, oké. Valószínűleg ott fogunk kijönni, gondolom én. Én nagyon remélem, hogy valami jófajta borocskát, borpincét találunk. Az ott micsodi? Ott ellenfelek vannak, ha jól látom. Manók! Hallom a hangjukat. Büdös manó népség. Húha! Azt nézem, srácok, hogy... Van itt két kallantyú. Szerintem nem a fő kaput fogjuk kinyitni, hanem egyelőre még csak szerintem az érkezett a kis manókat fogjuk kiereszteni, gondolom. Hopp! Itt kinyílt egy kapu. Hoppá! Hátulról is, vérfarkas is! Na gyorsan, akkor varázslás! A királyi fenséget próbáljátok megölni? Mocsok banda! Én mit kerestek én a pincémbe? Az is ide tartozik a kastélyhoz. Kiásatott át. Nagyon durva. Arra nem is emlékszem, hogy azt hiszem egyszer vagy kétszer haltam csak meg. Ügyi bügyi. Jó, ez mondjuk köszönhető, hogy ugye van az a feltámasztási tala. Én tulajdonképpen egyszer sem haltam meg talán, vagy talán egyszer. Ah, nem tudom. 500 arany. És még? Ó, kincs! Hol van révészke a kincs? Mutasd meg gazdinak. Tömör arany nyaklánc. Úristen, már mennyi tömör arany nyaklánc. Már brasszom tömör arany nyaklánc boltot mutatok. Akkor úgy... Na, már megint valami. Kiásatott el. Tehát, hogy akkor úgy, ahogy nézem, hogy akkor az összes ajtót kinyitottuk azzal a kalantyúval. Mondjuk jó is, nem kell itt elaprózni, nem srácok? Kinyitom az összes ajtót, aztán összes szörny rám zúdul. Jól van, révész. Ügyes vagy. Ó, gyémánt. Na, az nagyon jó. És akkor mehetünk tovább. Valószínűleg, hogy ez a kalantyú nyitja a továbbjutást. Rejtő ajtót. És tényleg nem emlékszem, hogy itt ennek most... Tehát, hogy itt mi lesz. Hú, basszus. Óha! Mi-e a franc ez? Úristen, hát mi van itt a kastély alatt? Hova a francba építkeztünk? Úristen, ezt nézzétek! Csicsúgy, és már hullanak is. Ó, ott van valami láda. Még jó, hogy visszanéztem. Még jöttök? Na gyertek be akkor a körömbe. Sokan vannak, de gyengék. Aha, ott egy láda. Thank you.
2000 arany. Oh, nem mintha mondjuk nagyon számítana már tényleg. Már tulajdonképpen annak sincs értelme, hogy nagyon házakat vegyek, mert minek. Nem emlékszem tényleg, hogy ez milyen nagy lesz ez a terület. Hova megyünk? Igen? Kiásatott tárgy. De ez eddig mondjuk... Hoppá! Oda, hogy tudok leugorni? Nem. Tehát hogy... De ez nem egy barlang, tehát itt valami nagyon nagy ilyen kripta rendszer, amúgy nem tudom mi van itt. Csatorna rendszer, ugye, itt lent a fenébe. Tömör aranyaklánc, ne, kérlek, több tömör aranyakláncot, ne, négy szíves. Találjunk bármi mást, mit tudom én, kottont, még az is jó. Na, jó, hol van révész, mert már látom, hogy teljesen extázisba esté. Mutasd meg Gazinak, hol van a kiásható tárgy. Na, de hol van, oké, vágom én. Hogy menjek utána, de merre? Erre? Én keressem meg, Révész? Én? Igen? És te kiásod? Na nézzük. Nem, csak, de, most jön utánam. Aha, megvan. Fú, nem is tudom, hogy hány percnek kezdtük. Körülbelül 10 perce mehet a videó, 15. Nem ástam ki? Basz. Most mi van? Lehet, hogy messze vagyok. Menjünk egy kör egy kicsit ide. Úristen, nem is tudom, hogy... 1000 arany. Nem is tudom, hogy hány órát lehet belerakni basszusra be a Fable 2-be. Jó, persze, oké, hogy ha csak valaki ugye természetesen, mint minden más játék, ha csak a fölküldetést csinál, akkor ugye hamar végig lehet játszani. De hát, itt még menjünk még lejjebb, te atya úristen. Uhuhuhuhu. És még itt is vannak épületek. Azt a mindenit. Hoho, hoho, merülés. Kétszázalvány. Ezek talán nem annyira jók, hogy tulajdonképpen... Jó, mondjuk meg már mit adna a játék. Igen, nagyon... Húha. Tehát, hogy... Tudjátok, amikor már itt találjuk ezeket a kincseket, találjuk ezeket a felszereléseket, fegyvereket, hogy igazából már nem okoz izgalmat, mert most mit találtam? Találtam megint aranyat. Már nem tudom, ugye több millió aranyunk van. Oké. Időre megy? Minden esetre nem tudom. Kinyitom egyelőre ezt a ládát. Lehet, hogy itt is időre megy ez a gömbnek a noszogatása. Minden jel jó gyógyital. Hát azt sem nagyon is használtunk, srácok. Ó, ott is van, nézzétek. Hol van Révész? Nagyon csöndben van, neki kéne jelezni ezeket a ládákat. Révész bealudt. Vagy meghallotta, hogy itt sápítozom a kincsek miatt, és akkor azt mondta, hogy tudod mit, Gazdi? Hát akkor nem keresek neked kincset. Oké. Igen, tehát időre megy, ami azt jelenti, hogy... Ó, aha, akkor nem így, hanem még gyorsabbnak kell lenni. Honnan tudom őt rálőni? Aha, nem így, ügyesebbnek kell lenni, megint csak. Basszus, na jó. Tehát egyből rálövök így simán. Megvan. Csatosni kell. És kinyílt, oké. Nem tudom, hol van Révész. Lemaradt. Bebugzott valahova.
Hoho! Bogarak! Több nincs. Nézzünk meg körül. Itt van révész. Na, végre. Hoho, ott is van egy bogár. Jaj, erre a részre emlékszem, srácok. Hu-hu-hu-hu-hu. Igen. 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 Jaj, jaj, gyorsan, gyorsan, gyorsan. Itt gyorsnak kell lenni. Ez az. Sikerült is. Congratulations on acquiring this fine potion of highly surprising transformation. The latest in gender bending technology. Jaj, igen. Warning, gender change is permanent. Ez ott a nem váltás végleges. A varázsdalak az a tanyú elpáró. This magically recorded message has been brought to you by Lionhead Alchemy Incorporated. Ah, új gyerekek, igen, hát így. A bájitól végérvényesen megváltoztatja a nemedet, de ha nem hajtott fel, a bájitól elillan, amint kilépsz a kriptából, most kell döntened. Srácok, már van egy kislányunk, legyünk... Ja, és nem szabad kilépni akkor a teremből. Igen. De viszont akkor kinyitom a ládákat. Mi lenne, ha nemet váltanánk? Csak úgy a végére. Amúgy se találjuk a feleségünket, tehát ennyi. Kislányunk megvan. Tehát... mi már megtettük a kötelességet. Tömény mágia földet. Nem tudom, és most ez tényleg, ezt is elfelejtettem, hogy itt még a játék végére itt ez fölkínálja, hogy nemet válthatunk. Oké. Okay. És tudom, hogy én mindig sápítozom azon, hogy ugye férfi létem, mert nem azt mondom, hogy nem szeretek női karakterrel lenni, mert ez nem igaz. Mindenre jó gyógyítal. Oké, ezt csak ugye elrakjuk. Mert ez nem igaz, mert természetesen csinálok én nagyon sok olyan karaktert, mit tudom én, most játszogattam a Skyrim-mel, vagy játszogatok a Skyrim-mel, és például egy elf IS női karaktert hoztam létre. Tehát ez nem ilyen fóbia nálam, csak például itt, hogyha már azt mondom, hogy a félből kettőben, hogy akkor, hogy én, mint lány leszek, vagy ugye női karakterem lesz, és akkor, hogy én akkor ott megházasodjak, meg belegondolok abba, hogy akkor hogy is megy ott a nice éjszaka. Nem, tehát ez inkább ez áll tőlem így távol. De én azt mondom, srácok, hogy mivel már itt vagyunk a információ... Ebájítal, mint Leo Head, a legendás alkimista kevert, megváltoztatja a nemét annak, aki kiissza. Ígyük meg, srácok. Kíváncsi leszek, milyen női karakter lesz belőlünk. Ajajajajaj. Ujjjjjjjjj. Nő. Ó, legyőzted Lucient, megmentetted a világot, és most már saját kastélyod is van. Tényleg megcsináltad. De várj! Ugye megittad a főzetet? Nem váltó szuvenír. Hírnél pontok 10 000. Remélem, hogy időbe telik az átalakulás, mert ez elég ronda lányok lettünk. Én szép lány akarok lenni. Necces! Necces! Oké. Jó, ne! Jól van. Oké, semmi probléma. De jó. Viszont akkor valami csajos ruhát kéne fölvennünk. Ezt tényleg elfelejtettem ezt is, hogy így a végére így nemet válthatunk. Hát... passz, tehát... Mennyi az idő? Ó, még van időnk, ahogy nézem. Tehát, hogy... Lugaskügy temetőből jöttünk ki. Aha. Srácok, nem is húzom tovább az időt, küldetések, küldetés, archeológus, igen, utazás, nem fog menni, és én úgy emlékszem, hogy akkor, na mondjátok, mert a Lidérszláp lesz a jó. Elöntött farm.
azt hiszem. Vagy a forrás? Árnyodval, igen. Mindegy, elöntött fal, menjünk oda. Mert ott biztos, hogy ott van valahol a közelben az a falu. És én úgy emlékszem, ez most tényleg emlékezetből megy, hogy akkor, meg talán kizárásos alapon is, hogy itt lesz ez a bellekutatási jegyzete, és akkor azt is megcsináljuk. Amilyen küldetéseken mondjuk nagyon már nem akarok foglalkozni, hol van a sikoltó szellemünk? Aha, itt van, na gyere ide! Aha, kövezd a kutyát! Hol van a sikoltó szellem? Ott van. Gyorsan csapdossuk meg. Meg is van. No. Vezess minket, révész. Igen, tehát jól sejtettem, hogy akkor itt lesz valahol. A bellekutatási jegyzete. Arra is emlékeztem, igen, hogy itt tulajdonképpen minden régióban valamit össze kell szednünk. Na, menjünk, révész, gyere! Ott lesz a város. Szerintem erre kell menni tovább egyenesen. Na, megyünk? Viszont azt nem tudom, hogy még mennyi lesz hátra a bellekutatási jegyzetéből. Arra menjünk, révész. Tehát azt nem tudom. Na, hol van? Lehet, hogy vérkőre is megyünk. Nem tudom, minden esetre most azt fogom csinálni, hogy elmegyünk a vérkőre, megnézzük a házat, utána visszamegyek, leadom Bellének a kutatási jegyzetet. Nézzük csak, ezt a régi pergament megviselte az idő. A papíron ezeket a szavakat lehet kivenni. Ez nem álom. Hú, de sejtelmes. Nos, tehát nem megyünk akkor vissza, hanem megyünk a vérkőre. Ott is vagyunk. A rakpart vérkői kúria? River hátsó átjárója. Mindegy, menjünk a rakpartra, mert azt nem tudom, hogy a vérkői kúria ő az lesz a... Mindegy, nézzük meg. Én úgy tudom, hogy az lesz a River háza. Tehát ugye az a kúria, ugye az mindenféleképpen valami díszesebb házat jelent. Udvarházat, egészen pontosan. És csak az kell, lehet. De ha nem, akkor meg meglepetés fog minket érni. Ó, ne. Jó, hát akkor jól sejtettem, igen csak. És nézzétek meg! Ott van a kis papírosunk. Megvásárlás és beköltözés. Mindenféleképpen be akarok költözni. Mi az, hogy Natalie a házi asszony? Natalie, húzz innen! River üzenete. Ha ezt olvasod, elfoglalt az otthonomat. Szép munka. Váladékozó genyolyagok gyötörjék minden kényes testrészedet. Legyél idegen vagy ismerős, barát vagy ellenség, élvezheted az anekdotákat, amelyeket varázspapírra vetettem, és szétszórtam a házban, legalábbis amíg vissza nem térek, hogy megöljelek, és visszavegyem azt, ami a jog szerint engem illet, bosszúszomjas üdvözleten, River. Mivel. Oké. Ők valami? Nem semmi, oké. Tehát hogy egy kicsit körbenézzünk itt River házában. És most már ugye szépen átkutathatjuk a... Úristen! A házát. És nem lop, ugye magyarán nem lopunk el semmit. Azt nézzétek meg. Hát ez a River ezt tudott érni. Te mit keresel itt benn? Töprödött, szakállas, akárkicsoda, húz kifelé. Lábat töröltél legalább, mielőtt bejöttél az én kis házamba? Ja, bocsánat, most már nem is beszélhettek így, mert most már lányok vagyunk. Mint a hal festék. Ó, ne! Jó, na mennyi ilyen festéken van. Igen. Nézzük meg! Ezt a napló oldalt River szavainak elolvasására használhatod a tárgylistában. Hangjának visszhangja talán még mindig ott lakozik. Oké. Akkor lehet, hogy össze kell gyűjtenünk az összeset, és akkor úgy tudjuk elolvasni? Majd kiderül. Derülök neked, hogy itt fogsz...
Üdvözöl, vagy üvöltözni a házba. Megölhetném, tudom, de hát egy úrilány nem tesz ilyet. Mert ugye ki lehetne jelölni, vagy meg lehetne szüntetni a semlegességet, és akkor meg tudnám ölni őt. Feltámasztó fiola, szuper. Milyen jó cuccai vannak Reavernek. Meg is van, itt ugyanezt írja? Aha, ugyanezt írja, jó, akkor... Akkor ennyi, meg egy Bambi. Ezt átkutattuk, esetleg ide benézek. Hó, jaj, bosszus. Jó, oké. Ezt elfelejtettem, hogy itt tölteni fog, bocsi. De ha már itt vagyok, akkor lenézzünk ide. Te mit keresel itt? Na jó van, ravarázsoljunk. A francot keresnek itt banditák. Hagyjanak már lógva. Mert ezek ugye nem a Lucian emberei. Hihetetlen már, hogy... Meg bogarat is hallok. Hihetetlen már, hogy mindenhova beteszik a mocskos lábukat. Na hát szerintem itt nem lesz akkor jegyzet, menjünk vissza a házba, srácok. Jó. Például az is kiment a fejemből, hogy vannak ilyen jegyzetek. Azt tudtam, hogy oké, arra emlékeztem, hogy valószínűleg igen, hogy meg lehet venni ugye a házát, stb. De hogy még itt ilyen jegyzeteket is kell összeszedni, az már kiment a fejemből. És még mennyit kell megkeresni? Mert ugye 5 volt, ha jól emlékszem, vagy 5 van, és ugye mi abból 2-t találtunk meg. Mindegy, lényegtelen. Na, itt is van. Ő is... Igen, semmi. Hoha, hoha, hoha. Ez micsodi? Hú, de egy zegzugos rohadt nagy háza van. Azt a mindenit. Te ez mi? Ah, nézzétek már. De durva. És rejtett ilyen folyosók, átjárók. Kis szobácskák. Tömény mágia főzet. Itt az ágyikónk. Lehet, hogy alszunk benne egy 6 órát. Ó, itt van. Örök gyűrű. Aludjunk 6 órát. Megszűntek, igen, állati vonzerő. Miután itt aludtál, az életerő mutatott automatikusan felmérték, gyorsabb lettél és csökkent a reakcióidő. Oké. Megkeressük a... Még egy jegyzet hiányzik, ugye? Igen, akkor itt is van. És? Nem írt ki semmit a játék. Dús tapasztalat itt a... Volt utcai vannak ennek a rohadéknak. Akkor itt átnéztünk mindent. Itt van még lejjebb. Ezt is átkutattuk. Erre mi van? Semmi? Ez csak egy sima karzat. Akkor ennyi, átkutattuk. És akkor mindjárt megnézem itt a tárgylistában, hogy akkor most mi is van ezzel a jegyzetekkel. Tök jó. De miért pont itt fönt van egy kandalló? Nincs mellette szék. A srácok, ha olyan házam lenne, biztos, hogy lenne kandallom. Imádom. Úgy néz ki, hogy bennem van ez az ősemberi ösztön. Na, jól van, nézzük meg a tárgyak.
az, hát vagy a könyvek és dokumentumokban lesz, vagy az egyébben. Nézzük meg az egyébet, mert azt hamarabb átnézem. 51 ez is kulcs. Én úgy emlékszem, srácok, igen, bizony, hogy 50 volt, és akkor emlékeztek, hogy volt az a régió, ahol ugye 6/7, vagy 7/6 volt. Igen. Kondom. Ez a elátkozott hógömbbe szerintem visszamehetnénk, nem? Na mindegy. Azt hiszem, már kipróbáltam. Mi ez? Ősi pergament. Ja, ezt vissza kell vinnünk Belléhez. Göbjük sziget. Murgó. Na akkor itt nézzük meg, hogy itt mi van. Itt van. Ez Lamp River naplójából. 4/5, 3/5, 5/5. És hol van a többi? Itt van 1/5, 2/5. De mit kell vele csinálni? It's good to be home after these three last months at sea. My ship barely made it to port under the weight of such spoils, and then only after we disposed of those less valuable. It was a pity to see my new brides sink into the ocean, but their sizable attributes rendered them unfeasibly heavy. And I've already tossed all non-essential crew members into the ever-undulating arms of the Kraken. I believe my most cherished memory from this voyage has to be the discovery of an island far to the south of Albion, among waters of indescribable blue. There, men and women consort in ways even I found slightly objectionable. They have little need for clothing under that gentle sun, and their fondness for a syrupy liqueur made from an obscenely shaped fruit made it almost too easy to plunder their possessions. I might have stayed there forever had it not been for the monkey incident. Ennyi. Hát jó, jó, oké. Kaptuk egy kis humoros életpillanatot Reavertől. Oké, srácok, nem húzom az időt, visszamegyünk Belléhez. Szeretnél? Igen. És nem tudom, hogy... Azon gondolkodom, hogy még mindig ott van, hogy a kis családunkhoz menjünk vissza, és én... Még így a videó végére még ezt berakom megint, mert nem véletlenül van az még ott. És gondolom a feleségünket kellene megtalálni, vagy én nem tudom. Na mindegy. Na, itt vagyunk Bellénél. Lesz még vajon küldetés? Don't you have something for me? There it is. How wonderful. Én úgy emlékszem, hogy még kell, hogy legyen. Sikerült megszerezni az egyik ősi tárgyat, amelyet Belle keresett kétségtelen, hogy újra szüksége lesz majd a segítségedre. Hát állok elébe. Jaj. Tehát én még úgy emlékszem, hogy még lesz. Új küldetés archeológus. Na, igen, ez az. Will you travel the world to uncover ancient mysteries? Átutaznád a világot? Hú, ez hol lesz? Na, ezt viszont nem tudom, danger, hogy hol lesz. Danger, money, excitement. I can offer you all these things. Well, I can offer you danger and some tedium. Here is what I have on the items so far. Don't let archaeology down. Oké. Okay. Nézzük meg. Ó, hát ez egyszerű lesz, oké. Okay. Élt egyszer egy Ikerkar nevű bandita vezér, és egész biztos vagyok, hogy az egyik tárgy az ő hajdani táborhelyén van elásva. A tábor már rég porrá lett, úha, és úgy ez falu foglalja most a helyét. Hát szerintem, már van egy olyan, hogy Ikerkar barlangja? Ha jól tudom. Hát oda fogunk most elmenni, akkor ez lehet, hogy még akkor megint a... Lidér szláp lesz. Na, oké, srácok, és akkor még egy akkor a videó végére nézzük meg ezt a... Ez annyira, ugye két olyan küldetés van, amit nagyon sajnálok. Például ez, amíg a halál ellen választ, ugye?
aktuális feladat, és látjátok, hogy még mindig, hogy vegyek egy gyűrűt neki, megőrülök. Illetve volt az a küldetés, amikor emlékeztek, hogy oda jutottunk a Katlanhoz, vagy Arénához, vagy hol a francba, és hogy ott kölcsön adtam, befektettem ugye egy üzletbe, ugye a fényképésznek a üzletébe, és hogy ugye az is valahogy így elveszett tulajdonképpen így a végigjátszásom alatt. Na jó, ja nem, bocsánat, de hogy is nem ezt akarom, hanem a megtorlást. Nem, tehát az zavar, hogy a kis feleségünket nem találom meg. Ott a Wendy ott van, de a kis feleségünk nincs. Illetve hát most már, oké, most már nemet váltottunk. Ilyenkor nem tudom, hogy a családunk az megmarad. Ott van Wendy. És nézzétek, hogy mit mond. Az de a jó, nagyon jó, nagyon tetszik. Oké, szociális, és akkor köves. Gyere. Gyere, Wendikén, megyünk a kastélyba, jó? A kis feleségünk meg nem tudom, hogy hol van, srácok. Tényleg nem tudom. Azt se tudom, hogy mert... Ó, itt van! Itt van! Na végre! Semmiben nem szeretünk hiányt. De nézzétek, tehát megint Wendy miatt nem jön velünk. Miért nem jön velünk Wendy? Köves. Ne foglalkozz vele, picinyem. A kis feleségünket is mondom neki, hogy köves. Így van. Mutasd az utat, gyertek. Ha jól emlékszem, akkor erre van a Fairfax-i kastély. Nem, révész, most nem érünk rá. A kis Wendy az nem akar jönni. De ott van, csak le van maradva. Szegény kicsi apró lábaival lassan tud futni. Igen. Na gyertek ide. Mindjárt révész, mindjárt. Remélem, hogy... Tehát én tudom, hogy valahogy ugye lehet magunkkal vinni. De én úgy tudom, hogy lehet teleportálni is. Mert ugye lesz még például olyan démonkapu is, ahova oda kell vinnünk nekik ilyen szerelmes párt, meg még valamilyen nagy követőket kell összeszereznünk, megszereznünk. Na, a mi kis feleségünk már itt van. És a kicsi Wendy... Basszus, azt nem hiszem el. Lemaradt. Na jó, vigyük ide a mi kis feleségünket. Gyere, kedves arám, olyan házunk van, nézd meg, mit szerzett apuci neked. Anyuci, bocsánat, most már. Oké. És használat. Ó, itt van, beállítás családi otthonként. No. Jól van. Mami. Itt van, kicsi Wendy is. Jó van, sziasztok. Akkor apuci, nektek nézzétek csak, mit fog csinálni? Apuci megmutatja az izmait nektek. Na fiúk, lányok, viszont akkor ennyi lett volna. Ó, elrontottam, basszus. Oké, semmi baj, apuci. Na. Apuci bénáskodik. Anyuci bénáskodik, akarom mondani. Apuci. Ez az. Na. Itt van. Tehát, srácok, akkor itt lesz vége ennek a... És ilyenkor tudunk szerelmeskedni a mi kis aránkkal? Ezt elfelejtettem, bocsánat, ezt megnézem, jó? Szociális... Nem ott lesz, bocsánat, hanem a kacérban. Oké. Menjünk fel hozzám. I'm quite looking forward to this. És?
I consumed a whole bucket of oysters, especially for this. Megnézzük, hogy tehát kíváncsi vagyok, na, hogy mire fizettek a figyeltek, aját, de hosszú ez a kastély viszont. Basszus. Na ez a bajom, igen. Erre ezért emlékeztem szerintem a kastélyra. Mert tehát bármit akarok csinálni, írtozatosan sokat kell benne barangolni. Mindenesetre ezt megnézzük. Jönnek. Hát a kis vendikének inkább játszani kéne kint. Míg mi megnézzük, hogy mire jutunk egymással. De igen, ezért nem szerettem a Fairfax-i kastélyt. Minden esetre bármikor visszamehetünk, és beállíthatok valami másik házat családi otthonként. Akár ugye a kúriát, sőt valószínűleg, hogy visszamehetnénk a... Aha, tehát hogy nem biztonságos szex. Le akarsz feküdni? Hát igen, nem, csak viszont mi most ugye két nőnemű egyetke vagyunk. Na most még azon röhögnék, ha most kiírná a program, hogy jön a második gyerek. Következő jutalmak megszűntek, bla 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 bla. Igen. Jó. Kell keresnünk valami normális ruhát, mert ez így nem mehet. Na. Hello. Our relationship is in a wonderful place right now. Nem tudok kimenni sászok, bocs. Akkor adjunk neki valami ajándékot, ajándék. Mit adjunk neki? Hol van ajándékok? Drága nyaklánc, 4 csillag, tömör aranynyaklánc, 5 csillag, de van nekünk itt egy gyémántunk is. Hát adhatunk nekik bármit is tulajdonképpen, vagy adhatunk akármit. Még adunk neki, mert teli vagyunk ajándékokkal. Ajándékok, mit adtunk neki? Most ugye gyémántot, adjunk nekik mondjuk tömör... Úristen, 8 darab tömör nyaklánc. Örökgyűrű. Hát az azért maradjon meg, hát ha még keresünk valami jófajta parasztlegényt és megházasodunk vele. Amúgy nem csak vicceltem, tehát ez biztos, hogy nem lesz meg. Jolly gripping stuff. Ja, ez az. Jól van. És akkor most próbáljunk meg kimenni, de nem sikerül. Uhaj. Kedves arám, elállod az utat? Na még egyszer megpróbálom. Nem tudok ugorni, oké. Na, srácok, viszont akkor itt lesz vége ennek a videónak. A következő videóban megcsináljuk a Belle. A kutatási... Amúgy nem is vagyunk rondák, nézzétek már meg. Tehát ez durva. Egy kicsit majd mindjárt kipofozom a csajszit, jó? Lehet, hogy akkor egy következő videót úgy kezdjük, hogy kipofozzuk a csajszit. Keresünk neki valami normális ruhát, ahol mondjuk a nőiességét ki tudjuk emelni. És hát valami frizurát is keresünk neki. Habár, ha jól emlékszem, van ugye olyan démonkapu, ami ilyen, nagyon ilyen pofaszakát, meg frizurát kíván, de azt majd akkor megcsinálom. Na, viszont akkor jók legyetek, vigyázzatok magatokra, és sziasztok!